Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Nagy körültekintéssel és hát egyenlő mércével dolgozva igyekeztük a mai műsort összerakni, és arra gondoltunk, hogy nehogy már a dombovicaiak és a turgovicaiak úgy érezzék, hogy túl vannak tolva ebben a mai hármas szabályban. Ezért egy kicsit más történelmi régiót is meg kellett nézni, és arra kellett koncentrálni, hogy milyen érdekes jogi helyzet áll elő tulajdonképpen örökösödési és hagyatéki szinten, hogyha valakiről kiderül, vagy legalábbis kiderítő önmagáról, ugye önjelölt módon, hogy ő már pedig nem kisebb embernek, hanem sőt nagyobb embernek az utóda, pontosabban Stefáncsél Máriról van szó, és hát ugye ő ezek szerint, mint utódja a nagy híres uralkodónak, saját törvények szerint szeretné berendezni a saját állatkertjét. Hogy ez szabad-e vagy nem lehet, mi lesz az eredménye, jó kérdés. Azért bátorságból és hozzáállásból egyáltalán nincs hiány ő nála. Jaj, hát szerintem ez nem bátorság, meg hozzáállás, ez hülyeség, de simán. Tehát mondjuk el nagyon röviden, a csávókán valamikor 2000 nem tudom hányban lejárt a személye, és úgy döntött, hogy már pedig ő nem is fogja meghosszabbítani a személyét, és ezáltal egyfajta szerződést nem köt újra a román állammal, mert hogy kéri szépen alásan, ő nem köteles erre. Lévén, hogy visszaköveteli Moldovát, lévén, mert hogy azt mondja, hogy ennek a bizonyos nagypistának, aki biztos, hogy nem az a Stefan Csemár, akire mi gondolunk, szerintem legalábbis, de hogy annak a leszármazottja is akkor jogosnak érzi magát az ország és állam vezetésre. Szóval, hogy kezdve attól, hogy a saját nevével ellátott rendszámtáblája van, tehát nem a klasszikus rendszámtáblát viseli a saját autóját, hanem autóján, hanem felírta a nevét és a telefonszámát. Én is ismerek ilyen hölgyeket, akik így furikáznak és járkálnak városokban, de ő ezt halál komolyan gondolja, ezt is annak égisze alatt, hogy már pedig ő semmilyen szabálynak vagy rendnek nem kell megfelelni. Na, szerintem ez a hülyeség, nem a okosság. Mi az embernek a neve még egyszer? Valami Kornél. Kornél Csernoszki. Kornél Csernoszki. Gondoltam, hogy esetleg, mit tudom én, Gyorgye Kozoricsnak lenne a fia, mert ugye ő alakította az 1975-ös filmben, amiben megvan írva Mircea, na tessék, Stefan Csel már, nem Mircea Cselbatron története. István. Nagy István, mondjad úgy. Harmadik István. IMDb-n úgy találjátok meg, hogy Stephen the Great. Csak mondom. Hát Stefan Csel már. Hány csillagja van ennek a Stephen the Great? 8-asa van, kérlek szépen, meglepőd. Ahhoz képest. Nézd, ez tipikusan a történelem hamisító filmek egyike, de hadd nem ebbe menjünk bele. Végül is van némi fikció benne. Ugye a román történelem képet ezek a filmek formálták. Én értem azt, hogy az ember az tehát effektíve. Azt a szerződést, azt az íratlan szerződést, amit állam és állampolgár közt tudunk, azt senki se írta alá. Nem értem biztos. Én az ő logikáját, hogy már pedig ő miért ne lehetne Stefan Csermáre utódja. Elképzelhető egyébként, nem hiszem, hogy vissza lehet annyira vezetni, de hát végül is láttuk már ennél furcsább dolgokat is. És akkor miért ne érezhetné azt, hogy ez egy független állam? Jelzem, hogyha a Székely lenne, már rég börtönben ülne. Egyébként igen. Én itt időközben megtaláltam a dátumot is, tehát egyrészt 2012 volt az, amikor ő azt mondta, hogy akkor ezt az kimondott, vagy aláírt, vagy papíron lévő és nem lévő szerződést már pedig ő figyelmen kívül hagyja, és nem fog hivatalos okmányokkal rendelkezni ezután. Viszont azelőtt azért már voltak izgalmas dolgok, tehát 2010-ben például Traian Băsescu-tól követelt az államelnöki címet, és ezt megelőzően meg még 2007 volt talán az első dátum, amikor hát ilyen petícióban fordult a bírósághoz, hogy akkor kérje Moldva a kormányzói tisztségét, arra hivatkozva, hogy ő egy leszármazott. Hát szíve jog a kezét, csokolom. Azt mondja Stefan Csel Márénak, tehát bocsánat, három gyereke született, negyedik Péter moldvai fejedelem, Elena, ő csak így van megemlítve, hogy Elena, valószínű, hogy róla sokat nem tudhatunk, és harmadik Bogdan Alexandru of Moldavia. Tehát van esély arra, én szeretnék hinni ennek az úriembernek, van esély arra, és addig, amíg nem bizonyítják be az ellenkezőjét. Jó, hát akkor én egy zsiráf vagyok, azt bizonyítsák be az hát azért. Így van, de azt be tudjuk bizonyítani, hogy te puma vagy, nem zsiráf. Köszi. Tudod, a zsiráf, amikor iszik a fiával a kocsmába, igen, és akkor mondja a fia pultosnak, hogy elnézést, a puma berugott, és mondja a pincér, hogy a puma, hát én azt hittem zsiráf. Áú.
Szerintem ez nagyon jó vicc. Írjatok nekünk a 0726719960-ra, kérlek szépen dicsérjétek meg ezt a viccet. Nézd, jött egy üzenet. Jocó, fantasztikus viccet mondtál. Manika, szeretlek, add meg a privát telefonszámodat is. Tudja, mert nála szoktam ebédelni. Köszi, Manika. Akkor ő szokva van az ilyen viccek. Azért érzek ebben némi kamuzást. Jó, Manika. Nem. Várjál, Jocó, nézze meg az én telefonom. Be se fejeztem a viccet, csak Manika ismerte, és már tudta, hogy mi lesz a poén, és ezért írta. Stefánia nevű hallgatónk a telefonomon. Igen. Itt írja. Jocó, nem tudok nélküled élni, mondj még ilyen vicceket. Ez a nagy Stefánia, ugye? Ez a nagy Stefánia. Stefánia útról. Ó, a csodában, hát nem le... No, minden esetre itt felmerül az a kérdés, hogyha valaki tényleg, ahogy te mondtad, Bence, ezt a teljes társadalmi szerződést, amit már születésünk pillanatában, mikor beírhatnak forgalomba, hogy valamilyen szinten nyilvántartásba vesznek, és akkor ugye te bizonyos szabályokba beleszületsz, hogy van egy ország, annak te az állampolgára vagy, és ezt így elfogadjuk, anélkül, hogy bárki is kontesztálna. Nem, hányszor ordították, hogy a fára kongori dincára. Igen, csak a mi helyünkben ne kontesztáljon már senki, ha bízzák rám egy ered esetben. De hogyha valaki ezt tényleg semmisnek nyilvánítja önnön jogán, és azt mondja, hogy én bocsánatot kérek ennek az országnak, én így ebben a formában, ahogy papírra van téve mindenestől, én nem így vagyok. Én nem ez vagyok, én ebből a buszból ki szeretnék szállni. Jó eséllyel akkor az lesz, ugye ennek semmiféle új következménye nem lesz, hanem jó eséllyel szakemberhez küldenek. Hát igen, a csávokámmal is azt tervezik, mind 2007 óta, azt mind nem küldték, és nem is került azóta még szakemberhez. Viszont nagyon izgalmas az, amit feldobtam, mert ténylegesen mi a manu tud akár egy állam, a mindenkori állam szintjén művelni ilyenkor. Mert az egy dolog, hogy például főhősünk ilyen-olyan kihágásokat elkövetett. Most például azért került idézőjelesen címlapokra, mert nem tudom, gyorshajtás vagy valami autóval kapcsolatos dolog miatt. Nem a számtáblája? Mert hogy nincs roma számtáblája. Azt hiszem, hogy azt mondja, hogy jogosítvány nélküli furikázásért ült már 24 hónap. Azt mondja, hogy többször elkapták, előfordult, hogy 8 hónapot töltött rácsok mögött jogosítvány nélküli furikázásért, most pedig 24 órára vették őrizetbe. Én azt hiszem, hogy ezért a kijelentéséért, nem? Nem, de... szerintem megint a jogosítvány nélküli vezetés került ilyen szempontból előtérbe, mert én bármit olvastam román portálokon, és mindenhol erről szól a fáma, hogy újra és újra, időről időre valamilyen kisebb-nagyobb kihágás miatt idézőjelesen, vagy kevésbé idézőjelesen, de le tudják csukni, vagy egy kicsit ki tudják vonni a forgalomból, de mind untalan visszaköszön. Tudjátok, a tipikus kirakod az ajtón, visszamászik az ablakon. Tehát látszik, hogy... Na, nem vagyok szakértő, de egyfajta ilyen narcizmus szagot érzek én, és azért ő is úgy próbálja a saját nevét olvasni vissza a hírportálokon, vagy egyáltalán. De alapjáraton nagyobb a valószínűsége annak, amit Endre mond, hogy egy orvosi kezelés nem... Tehát a személyiség zavar lesz itt valamiféle. Jó esélye, hogy csak az a gond tulajdonképpen, hogy ő megvizsgáltatná magát egy szakemberrel, csak az udvari pszichiáter még nem került elő, hogy a fejedelemre származott, tehát méltó módon igen, tudja kivizsgálni. Igen, csak ilyen nyomja, ezért nem szállunk ki a hajóból, tehát ő is nem hajlandó abba hagyni a saját diliét, tehát hogy ez a mánia, szerintem ez mánia, nem Románia, hanem csak úgy, tehát hogy ez nála valami. De ezt azért lehet, hogy itt klinikai segítség kellene. Nem biztos, hogy ez csak és kizárólag pszichés dolog, mert azt olvastam, hogy egyébként meg valami nagyon szélsőséges, ilyen haza nemzet föld és föld kerekségét tagadó közösségnek a része. Alapos földhívő is? Nem, ezt én csak én tettem hozzá, de hogy van valami, nem mondom ki, hogy szekta, mert nem biztos, hogy az, de egy ilyen szekta-szerű valami kis nagyobb közösség, aminek az ő... Klub. És a nagyon, klub, férfi klub. És itt nagyon megfejtette ezt a dolgot, mert hogy addig nincs gond, amíg ő hisz magában, mint Stefan Csemári leszármazottjában a gondot kezdődik, mikor mások kezdenek hinni benne. Mint a Stefan Csemári leszármazottjában, akkor már egy tényleg egy elég komoly polgári engedetlenségi jó kis katyfasznak a közepén találjuk magunkat. Hát én azt gondolom, hogy nem fognak soha annyian hinni neki, mondjuk hisz benne egy-két személyet, ugye én vagyok az egyik, és még valaki. De dolgoztok az ügyön, hogy többen legyünk. Igen, szerintem ez elme zavarodott illetőről van szó, aki nem hiszem, hogy szándékosan hívná fel magára a figyelmet, tehát valószínű, hogy ő egy olyan világba él már, amiből csak orvosi segítséggel tudna helyre pattanni, de mivel ugye sem személye, sem lakcíme, sem adóbevallása, sem semmilyen nincsen, ezért bármit megtett, és számomra ez viszont az érdekes, hogy van ez, hogy
hogy bármit megtehet. Én annak idején csináltam, bocsánat, egy egyéni műsort, az Abhegyezőt, valószínű sokan ismeritek. Azt úgy készítettem el, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne egy picit ilyen kortalanná tenni ezt a 16 éves Holden Caulfield nevű főhőst. És láttam a tévében egy olyan műsort, ahol egy kanadai nagyvárosban egy homeless az egyik negyedben úgy lett homeless, hogy valójában ő eldöntötte, tehát úgy képzeljétek el, hogy nem tudom, 4 vagy 5 doktori diplomája volt, tehát ledoktorált orvosként, ügyvédként, nem tudom, és egyszer csak úgy érezte, hogy na, neki ez az egész társadalmi rend nem felel meg. Ő nem akar többet részt venni ezekben a dolgokban, természetesen az isteni parancsolatokat ugyan beszeretné tartani, tehát, hogy nem lop, nem öl, nem csal, stb., viszont semmiképp nem szeretne adót fizetni, nem szeretne járni, nem tudom, ahhoz, hogy autója legyen, vizsgáznia, stb. És úgy képzeljétek el, hogy rengeteg ember megy hozzá, nem fogad el pénzt, de kaját igen, és akkor visznek neki reggelit, leülnek, és tanácsot kérnek, ügyvédek, orvosok, és akkor ő olyan, mintha lenne egy ilyen utcai iroda, ahol ő ül egy lépcső fordulónál, és akkor minden nap tudják, hogy ott van az illető, mert hihetetlenül okos, tehát ez egy hosszú dokumentumfilm volt, ami meg is mutatta a diplomáit, és hogy egy tök értelmes ember, és nem futott meg. Na, csak ezt akartam mondani, hogy ő nem futott meg, na ebből vettem aztán én is az előadáshoz az ötletet, de hogy ez a figura, hogyha okosabban csinálna, akkor tényleg lehetne belőle egy ilyen Stefan Csel Márénak a leszármazottja, vagyis hogy emberek, hogyha bölcsen tudná ezt, ami szerintem nem áll fenn. Amúgy igen. Stefan Csel Máré utódjának tartja magát, vagy Stefan Csel Márénak? Nem mindegy, hogy ilyen diszociatív személyiség zavara van, vagy csak nem, egész nem. Egyszerűen van valami kényszerképzete. Ő azt mondta, hogy valamelyik leszármazottja, valamelyik ágon. Tehát vagy a Péter volt az egyik, s a másik volt a másik. Igen, az egyik volt az egyik, s a másik. Így van, ebben nem lehet tévedni. A nőről nem is beszélünk? Hát a nőnek is lehet a leszármazottja, de lévén, hogy akkoriban elég patriarkális vonalon írták le a krónikák a leszármazást, kérdés, hogy azt lehet-e bizonyítani. Egyrészt eltelt pár száz év, másrészt nem tudom, hogy ilyen hivatásos vagy hivatalos felmenői családfás dokumentummal főhősünk rendelkezik, de gyanítom, hogy azért papírok szintjén nincs ez feltétlenül igazolva. Az viszont meg inkább azt jelenti, hogy tételezzük fel, hogy ténylegesen mondjuk a leszármazottja Stefan Csel Márének, az viszont meg vonja maga után, hogy valószínűleg a női ágon, mert azt nem papírozták le annak idején. Nem, tehát az van tulajdonképpen, hogy a Wikipédia ezt a 3 gyerekét sorolja fel, és az Elena nevű gyerekét nem lehet rákattintani. Vagyis, hogy valószínű, vagy korán meghalt, vagy tehát keveset tudunk erről, annyira keveset, hogy Wikipédián semmilyen info nincs ezen kívül. Egy akkora uralkodom is Stefan Csel Máré, ha már szóba került és visszakanyarodtunk, egy akkora uralkodónak simán hozzátartozik a CV-jéhez, hogy nagyon sok törvénytelen gyereke van. Hát persze, sok-sok hát kis havas rengeteg, John. Rengeteg, és szerintem egy ilyen havas John, ami Szucsávai barátunk, tehát ő az a havas John, aki majd megment. A balkáni havas. Ő is ott van, ott van a falon, de nem azért, hogy őrizzen, hanem mert vakol. Csak ő nem azt mondja, hogy the winter is coming, hanem ő azt mondja, hogy a villanyszámla is coming. Gázszámla is coming. Igen, faktúra is coming. Faktúra is coming. Most, hogy már aláírták az offshore törvényt, lehet, hogy már annyira nem is kell megijedni tőle. Röhögünk, de képzeljük, most játszódjunk el annak a lehetőségével, hogy tényleg megkapja az ember Moldovát. Moldova köztársaságot, hát és Moldvát is hozzácsatolják? Vagy mit tudom, mondani, Kisinyó? Tehát várjál, mekkora részen? Piatrányámsztól egészen Kisinyóig? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Na ez egy jó kérdés, hogy területileg hogy lenne behatárolva, de másrészt nem éreztek valami nagyon faramúci butaságot abban, hogy még mindig aktuális jelen politikai és nem tudom, viharos állapotok közepette bárki kérje Moldovát. Tehát azért egy fokkal még ott... Most megkapnád Moldovát, egy kicsit bajba lennél. Most már értem. Most senkinek nem kell pont most. Igen, ez az, hogy nem követeheti mindenki Székelyföldet se azért magáénak. Ez is igaz. Addig jó, amíg ő legalább azt kér, most... mindenki, ha ezt kérni, ami effektívan miénk, ugye akkor lenne a nagy baj. Bejelentem, hogy én vagyok Csaba királyfi leszármazottja, most parkoltam le driftelve a
csillagösvényről, és kérem szépen, tessék itt nekem mindent aláírni, és egyébként is csak napos holdas rendszámtáblával járok, ahogy Bence mondta, engem kötnének. De nekem van egy olyan érzésem, hogy benned van valami. Igen? Ebből a Csabából. Komolyan, én többször elgondolkodtam már, hogy te... De ez a rajtam felejtett csillagpor? Nem, mi? Ahogy viselkedsz, hogy valahogy azt érzem, hogy te tényleg lehet Csaba királyfi leszármazottja. Lehetsz. Tehát, hogyha mit tudom, a DNS-edet... Igen, még nem akarnak aranykoporsóba rakni, addig nyugodtan érts vele. Érts vele. És elfelejteni a helyét is. Igen, tehát, hogy itt vagyunk, a történelmi pillanat, kérek szépen mindenkit, aki minket hallgat, hogy ezentúl úgy tekintsetek Endrére, hogy nem tud kimondani röhögés nélkül. Sajnos, nem, ő is egy ős magyarunk. Várjál! Stop! Álljatok meg! Szent Istvánnak olvastam a leírását korából. Azt írták, hogy alacsony termetű, ritka bajszú, minimális szakálló ember volt. Az alacsony termetű Endrére annyira nem talál. Azt anyai ágon hoztam, mondjuk. Hát azért nem is olyan nagyon. Igen, de a szakálbajusz igaza van Bencének, mert Endrét szegényt nem tudják a hallgatók, de ám ország világ előtt kijelentetik, Endrét mindig azzal szivatjuk, hogy ilyen kis csurdi arca van, mert van kicske bajszocskája, kicske kecske szakállacskája, de legintól pejhedzik állán. Két oldalt olyan szép, sima, mint a baba popsi. És hey, paraszt! Ha Bencére nézek, Bence nekem szerintem te Aj. Mátyás királynak vagy. Én Szent Lászlót látok benne igazából. Ezzel Mátyás. Az orral? Igen. Ne ügyeskét, szeretnék egy Mátyás orrot, de nem. De. Azért tényleg kéne egy ilyen jó karvajos. Ilyen karvajos. Nem értem, hogy miért itt a férfiakkal foglalkozik, mikor itt ül Bátori Erzsébet a stúdióban. Szüzekvére kincső kávéval. Én meg se akarok szólalni, mert az első gondolatom az volt, hogy elkezdte Jocó a játékot, hogy ki is lehet? Persze, hogy Bátori Erzsébet. Hát nem is kérdés. Akkor nem csalódtál benne. Abszolút ismerjük egymást, örülök. A kis pejhedző bajszocskáddal úgy imádnak egy... Kanyarodjunk vissza erre a fószerre. Az van, hogy nagyon szép dolog, hogy vannak ilyen őrültek, akik szabadon járnak, de ezeket normál körülmények közt azért mégiscsak valamiféle intézménybe kellene kezelni. Mm-hmm. Nekem van egy másik kérdésem, ha már elindítottunk több szálon fantáziajátékokat, gyertek, játszunk el azzal a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha én holnap úgy döntök, hogy már pedig én nem akarok többet román állampolgár lenni. Már pedig én nem akarok ilyen iratlan szerződésekre rábólintani se, nem hogy aláírni. Mi van akkor, mit tehetnek ellenem? Szerintem itt van az izgalmas dolog a helyzetben, hogy azért tudunk és lehet még mindig főhősünkről beszélni, mert alapjáraton azért nem büntetheti meg őt se egy rendőr, se egy zsandárm, se az állam maga, hogy ő nem frissítette a személyi igazolványát. Azért meg de lehet büntetni. Megbüntethetik. De csak attól, mert te nem akarsz lenni, még vagy? Valaki valahol. Hogyha nem lenne egyértelmű, gondolj vissza a hukisokra, tehát hogy függetlenül attól, hogy mit érzel. Egyébként egyszerű, esetemben például ugye kettős állampolgár vagyok, én lemondhatok a románról. Ezért az én amúgy nem mondhatsz le a román állampolgárságodról, ha nincs egy másik. De ezt kiszabja meg. Emlékezzetek vissza. És igen, de mi történik? Emlékezzetek vissza, amíg beszéltünk arról a filmről, a hármas szobában is, Tom Hanks és a Terminál, ugye? Ja, igen, az a dolog, hogy neki volt egy állampolgárság, amikor felszállt egy repülőre, landoltak, és megszűnt az ország. Amíg ő a repülőben, a levegőben volt, és akkor ott maradt úgy, mint hontalan, vagy állampolgárságtalan, van ilyen kifejezés, nem tudom. Tehát ő ott maradt ugye egyetlen állampolgárság nélkül is. Ha van két állampolgárságod, egyiket visszaadhatod. Jó, de ha csak egy van. Ha egy van. De ki kérdezi meg, most komolyan, szerintem izgalmas kérdés, ki kérdezi meg az újdon született, friss, édesbőrű csecsemőt, hogy fiam, te akarsz-e román állampolgár lenni? Kikérdezi meg 18 éves kora után, amikor ugye már jogosan vállal felelősséget saját magáért, hogy biztos, hogy román állampolgár akarsz lenni? Még mindig, mert oké, hogy eddig a szüleid döntöttek helyetted, de most már van jogilag is szabad akaratod. Tehát ki az, aki értem én meg, persze, hogy valahol irreális maga a kérdés is, de ha egy kicsit józanabbul jobban belegondolunk, teljesen van logika abban, amit a csávó csinált. Ha én holnaptól nem akarok román állampolgár lenni, igen, de mondjuk semmi más se, hanem csak úgy kincső szeretnék de lenni. De ha ennyire öntörvényben képzeled el a világot tényleg, és van egy ilyen döntés részéről, akkor viszont minden egyes olyan dolog, amit a társadalom és az ország felépítés, az államaparátus a rendelkezésre, bocsánat, akkor azt abból se kéri. Persze, tehát úgy csinálsz, mint mit tudom én a példa, amivel Jocó élt, ugye, hogy lakatlan, hát nem, hajléktalannak adta magát. Hát igen, teljesen el kell engedd, mert igen, például földet se lehet, igen, nem lehet házad, nem lehet semmi. Nem, de kérsz egy egész ország részt cserébe, ugye? Viszont egy autód lehet, csak nem nagyon lesz
hova parkoljad, mert nincs parkolód, és nem lehet parkolód. Tehát, hogy és igazából az autót valahogy fel kéne emeld, de amivel felemeled, az meg kié. Tehát az igazából is csak szabad forrásvízben moshatsz. Mindenhol vízóra van. Így van, így van. Tehát, hogy nem vásárolhatsz például. Mert nem lehet pénzed. Nem lehet pénzed. Tehát, hogyha de neked... miért ne lehetne pénzed? Azért, mert honnan van pénzed? Hát, mert megdolgozok. Nem dolgozhatsz, hogyha te senki vagy. Hát, mert miért nem? Hát azért, mert ha te kivontad magad a társadalomból, akkor nem vehetsz részt a társadalomban. Mert úgy csinálsz, mintha itt nem feketéznének, hogy nincs ellepapírozva a munkas. Na jó, most arról beszélünk, hogy próbálnád elintézni ezeket a dolgokat, vagy arról beszélünk, nem, arról beszélünk hogy lehetne így élni. Meg. De hogyha kivonjuk a pénzt is, akkor is sima cserekereskedelmi vonalon, persze, ha én adnék neked, nem tudom, egy gyűjtögetek, nincs semmi. Erdőben talált gombát. Ja, egy kosárnyi. Köszi, rám gondoltál a gombát. Nem tudom. Hogy begombáznánk, és akkor én se lennék már egy adott pillanatban senki, és akkor találkoznánk. És mi mindannyian nagy senkink lennénk, és találkoznánk a nagy semmiségben. Ennél kisebb hülyeségből alapítottak már vallást, azért mondom. Ajjaj, figyeljetek, ez így jól hangzik. Voltak még erre tentatívák. Mit tudom én, jellegzetesen, hogy Amerika szélén. Utoljára, hát a Better Call Saul-ban volt egy ilyen, hogy pasas oda rendeli az ügyvédet, hogy nagyon jó, fizetek neked $1 millió, csak itt van körülbelül, nem tudom mekkora, de ja, emlékszem arra. Külön országot akarok létrehozni, és így már is odaadja neki a $500,000 előre. És az a baj, hogy az ő arcképe van rajta, nem mag linkolni, amitől ugye a dollár nem volt annyira eredeti. Alapjában véve, ez hogy mondjam, ez egy társadalmi szerződés. Ezt a társadalmi szerződést ezt el szoktuk ismerni. Igaziból nincsen arra se filozófiai tézis, hogy mi történik akkor, hogyha nem ismered el a társadalmi szerződést. Történelem van erre, amikor valaki nem ismert el egy társadalmi szerződést, például lásd a monarchia intézményét, ebből lett egy francia forradalom. Uh-huh. Na most ez a csávó, azért tisztázzuk, hogy hát se nem Guillotin, se nem Napóleon, se nem Robespierre, se nem senki. Nem nagyon látom, hogy el fogja szakítani Románia ölelő kebeléről Moldovát, ám de tőlem megpróbálhatja, én nem szólok bele. Azon kezdtem gondolkodni, bocsi, Kincső, hogy ez, hogy az ember teljesen kiszakítsa magát a társadalomból, és hát nem csak zaphegyezni vonuljon el, hanem egy kicsit így érezze, hogy távolságot tud tartani. Nem véletlen, hogy ráismertek arra már régebb, hogy bizony ez annyira egy általános emberi vonatkozás, hogy mindenki eljátszik ezzel a gondolattal időnként, hogy erre teljes bizniszek épülnek rá. Mire gondolsz? Akkor, amikor olyan szolgáltatásért fizetünk, ami jóformán olyan pozícióba helyez bennünket, hogy semmi felelősségünk nincsen, jóformán nem kell semmivel se foglalkozni, minden egyes nyaralás és szabadságolás egyfajta kivonás a forgalomból magadnak. Hát igen, igen, csak az mégis valami intézményesített vagy keretbe helyezett kivonulás, de az irány, amerre elindultál, nagyon jó, mert nézzétek meg, nem tudom, modernkori remeteink vannak-e, de a klasszikus értelembe vett remetesség az pont erről szólt, hogy nem feltétlenül hogy csak primitív környezetben, de hogy nincs pénz, hogy nincs papír, nincs jogosítvány, nincs útadó, megpróbálsz abból megélni, amit magadnak meg tudsz teremteni. Amúgy van modern remetesség, tehát én közvetlen környezetünkben, Erdélyből egy hölgy például elment, azt hiszem, Olaszország, de nem vagyok benne biztos, és 2 évig beköltözött egy erdőbe, szó szerint ott egy az erdő sűrűjében egy kis házikó, ilyen menedékházat találtak, és abba egy az egybe beköltöztek a párjával, és ott éltek 2 évet. Minden 2 hónapban egyszer lementek a nem tudom 30 kilométerre lévő településre, bevásároltak, és visszamentek, és ott hát mondjuk ajándékoztak egymásnak egy gombácskát. Gyorsabban röpült az idő, gondolom. Tudod, ez a kedvedbe veszed a gombát. Gombács, 2 hétig nézed az őzikéket. Figyelj, érdekes remete üzemmód, de legalább tud a csajnak énekelni, hogy remete lány. Na, mindegy, azt hiszem, hogy ezt a remeke felvételt nem fogjuk bejátszani. Az arckifejezésetekből úgy érzem, hogy valamit túltoltam. Ne toljuk túl a telefonszámunkat, illetve az elérhetőségünket. Természetesen megtaláltok Facebookon, a rádió nevére rákeresve, illetve ott van az SMS vonalunk 0726 71 99 66, ide lehet nekünk üzenni. Ne felejtsétek el, van egy médiatér alkalmazásunk is, mindenkinek meleg szívvel ajánljuk, hogy letöltse, el lehet rajta mindenféle információt érni, többek közt a rádiót is meg lehet találni, és ami még fontos, hogy mindenféle infót várunk oda. Közben Jocó, úgy nézem, hogy a remete lány látott. 3-as szabály.
maga nemében páratlan. És vissza is tértünk hozzátok. Egy előző témánkhoz van egy hozzászólás, amit szeretnék megosztani veletek. Dávid azt írja nekünk, amikor kezdtem a salátaszedést Angliába 2008-ban, a minimál bér volt 5,80 euró, ami azt jelentette, hogy 2 raklap salátát kellett vágni óránként, hogy kap meg azt a pénzt. Ma azt mondják, hogy megemelték a minimálbért, most 10,10 euró, de ez már azt jelenti, hogy 3,5 raklap salátát kell vágni óránként. Jóval nagyobb a rendelés és a hajtás. Van csoport viszont, aki ezt meg is csinálja. Hát én egyikre se vagyok irigy. Arra se, aki nem csinálja meg, se arra sem, aki megcsinálja. Egyébként ez a jel, ez nem euró, ez font sterling, de nem bocsánat, baj. Ezen az apróságon már nem akadunk fenn. A lényeg az, hogy minél több pénzt fizessenek, de hát nem úgy jött nekem ez le, hogy ebből most annyival többet fizettek volna. Nem, sőt, itt ugye kimatekoztuk, Jocó segített, mert milyen jó, hogy egy valaki tud matekozni közülünk. Tehát úgy volt, hogy van az üzenet eredetileg, hogy 10 mennyit kap? 10 egész... Nem, tehát 5,8. Az új, bocsánat. A 10,10. Igen, 10,10, tehát hogyha azt veszük, hogy az 5,8 font volt az eredeti összeg, ugye annak a duplája 11,8 font lenne, elviekben ennyi járna 4 raklapért, ehhez képest a 10,10 font 3,5 raklapért én nem érzem feltétlenül jogosnak. Na, de hát azt is hozzá kell tenni, hogy van, aki ilyen körülmények közt és ilyen helyzetekben is muszáj vállalja a munkát, mert hogy egyszerűen kell a kereset. Szintén egy korábbi témához, ugye a Törgovisteui Leu-Leuhoz kapcsolódóan érkezett némi nemű segítség. Köszönjük szépen, egyrészt Ferenc küldött fotót nekünk, igazolván, hogy a brassói állatkertben igenis van oroszlán. Bocs, akkor én, amikor ott jártam, akkor vagy nem vettem vissza, vagy egyszerűen nem maradt meg. Vagy aludt. Lehet az is, hogy csak simán elbújva. Illetve kaptunk még egy másik segítséget is. Lórinak köszönöm nagyon szépen, azt írja, hogy Mike Tysonnak tigrise van. Mm-hmm. Szóval, hogy ez nem oroszlán, de cica. De már kezelik. De legalább nem rapper. Még megvan, de legalább nem rapper. Megvan-e nem vajon Tyson még az a oroszlán. Cicája? A cicája? Hát figyelj, tehát Mike Tysonnak a csuda tudja, mert róla mást olvastam. A múltkor felpofozott valakit a repülőn. Miért? Hát a másik addig kérte, hogy pofozza fel, hogy felpofozták, most érted. Neki ez egy élmény volt, ő egész életében ez rajta volt a bakaslistán, pofozzon fel a Tyson. Igen. Ez a, miért van meggyűrődve az arcod? Hát, mert teljesült minden kívánságom, mert teljesült a Tyson. Igen, hát vannak dolgok, na, nem kell. Tényleg ott van az izétigris. Ja, és ez egy ilyen fehér tigris. Igen. Egy szibériai hótigrise van a huncutjának. Csicsa jugja meg. Most így fel is ismertem a Másnaposok című filmből. Köszönöm nagyon szépen a segítséget. A tigrist vagy a Tysont? Is. No, hát úgy néz ki, hogy mindenféle fura szokások előkerültek. Én is lefagytam ettől. Meg nem, mert közben látom a sogatjábat Mike. Igen, Tyson. De én is azt elakadt a szavam, mert látom Mike Tysont egy fehér tigrissel, fehér alsógatjában. Az nem egy felnőtt pelenka? Hát kicsit úgy néz ki, de hát valamibe el kell férjen valami. Menj oda, és mondd meg Mike Tysonnak, hogy te Mike, vigyázz, mert ez az alsógatja egy felnőtt pelenka, aztán utána te arcod is összegyűrődik. Nekem is teljesül minden kívánságom. Igen, hallod, utána már csak az lesz a kívánságot, ezt valahogy élve ússzad meg. Végül is. Istenem, imádom ezt a reggeli műsorvezetést. Annyi mindent látok, tanulok és tapasztalok. Mondjuk azt azért én sem gondoltam, hogy ma reggel eljutunk addig, hogy Tyson-t alsógatyában nézzük pancsikolni egy medencébe, ennyien erotikusan egy szibériai hótigrissel, de jó. Egy törgovistei kóborkutya okán és kapcsán, hát azért szép ez a világ, meg kell mondani. Minden mindennel összefüggésben van. Valami következtetésünk van-e? A mai napra? Istenem, hát igen, Istenem. Mit tudom én, hogy nem minden oroszlán, ami kutya, de hogy ez így rendben van. És nem minden kutya, ami oroszlán. Meggoogliztam, létezik ilyen, hogy afrikai oroszlán kutya, véletlenül se hasonlít az oroszlánra. Sőt, most, hogy mondod, inkább egy magyar agárhoz talán. Tényleg elég szerencsétlen oroszlán lenne. Kicsit testesebb kiadásában, de mégis ilyen agáralkata van az oroszlán kutyának, ám legyen, vannak ilyen faramúci húzásai, látjátok a természetnek. Az igazság, hogy én mindig is szerettem volna így közelebb kerülni az afrikai állatokhoz. Zsiráf. De nem, de hogy úgy nagyon szeretném például, ha tényleg itt Erdélybe elmegy az ember a Hargitára, és akkor ott tényleg egy ilyen zsiráf család így megy át az úton, és a rendőr leállítja a forgalmat, hogy elnézést, át kéne menjenek a zsiráfok. És akkor nem tudom, egy zebra csorda így balkész felől ott legelészik, meg egy tigris éppen próbálja megszerezni a mindennapiát egy kis antiloppal. Úgyhogy én szeretnék ilyen
ilyen jellegű állatokat látni. Persze, hogy azért a Hargitán aztán, mikor mész át egy másik időpontba, akkor éppen ezek nipként vannak megfagyva. Lájlomból fröccsentve. Megjött a csíkszered a hideg front. Hallott, maradjunk abban, hogy a csiki párduc, amennyiben valóban nem a személyre gondolunk, hát azért mínusz 20-ba az a... Az így ugrás közben. Maradjuk abban, olyan lenni, mint a pumalugó az oroszlán, csak határozottan merev. Jó, itt akkor megállunk, elengedjük ezt a kérdést. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.